Vasárnapon itt a térségben, Ruzsán országos állat és kirakodó vásár. Amint láthatjuk, nagyon népszerű, rengetegen vannak, ezért a Móna Net TV stábja is kilátogatott. Honnan érkeztek és mivel foglalkoznak? A Zsomborról érkeztünk, gyógynövény termesztéssel, meg szedéssel, meg természetgyógyászattal foglalkozunk. Készítünk, vannak szárított növényeink, vannak tinktúráink, tehát ilyen alkoholbarátszatott növényeink, olajaink, és különböző betegségeknek a kezelését próbáljuk segíteni az adott pacienseknek. Mennyire népszerűek ezek a termékek itt a vásárban? Én úgy gondolom, hogy egyre több ember az, aki az alternatív gyógyászatot keresi, így többek között a gyógynövényeket, és ezzel a saját életét is igazából meghosszabbítja azzal, hogy figyel magára és törődik magára, hiszen a gyógyulásnak az egyik alapvető dolga az, hogyha figyelünk saját magunkra. Melyek azok a fűszerek, vagy éppen tinktúrák, amik leginkább ismertek, vagy amit most például a mai vásárban vittek is? Nagyon változó, nagyon sokszor a TV-reklámoknak a reklámfilmei határozzák meg az embereknek az íz, a kívánságait, vagy az ízléseit. Többek között az olajok, időnként a tökmagolaj nagyon, nagyon jó. Tehát nagyon sokan azt keresik, vagy a mákolat, amikor egy csontritkulásos dologról van szó, akkor nagyon sokan a mákolajat keresik, mert azt hallották, hogy az nagyon jó rá, de tényleg így is van. Kiskunfélegyházáról érkeztem, és ez szűcs termék, tulajdonképpen a nyersbőrből történő kikészítés, és ezek, amit most tetszik látni, tulajdonképpen mind birkabőr. Néhány apró vadb is van, de azok tulajdonképpen azt újjárom csak, hogy az nálam maradtak, mert nem vitték el, de nálam én készítettem őket ki. Ez nagyon szép szakma, mióta foglalkozik vele, és van-e még a mai világban ennek keletje? Nagyon jól tetszett kérdezni, mert édesapám is szűcs volt, és nagyapám is szűcs volt. Én ezt tulajdonképpen ilyen apáról fiúra szálló mesterség, sajnos én már 65 éves vagyok, de még már most nem sok ilyen ember van, aki ezt csinálja. Sajnos az emberek nem akarnak szűcsök lenni, mert nehéznek tartják a munkát, meg piszkosnak is. Szígyártók vagyunk, kistelekről. És milyen termékeket láthatunk itt? Tessék végignézni, itt vannak lovaglókantárok, ott fogatos lóra való lószerszám, ilyen kézműves kis dolgok, kutyanyakörvek, mit mondjak még, nadrágszíjak. Mi az, amit leginkább keresnek? Kik azok, akik itt vásárolnak? Hát akinek van lova, kutyája, azok vásárolnak. Tehát lovas főszerelést, ami most egyre ritkábban vásárolnak sajnos, mert nem tudom, hova lettek a lovak, elfogytak. Kistelekről jöttem, a tündérkertet képviselem, és szeretem a hagyományos régi dolgokat, megőrizni a hagyományokat, és ehhez megfelelő termékeket és régiségeket szoktam magammal hozni, amik megtalálnak engem, és szeretném másoknak továbbadni. Honnan jönnek ezek a tárgyak, honnan tudja őket beszerezni? Hát általában hagyatékból, meg megkeresnek, meg a családon belül, megunják, kiselejtezik, és felajánlják nekem, hogy akár próbáljam értékesíteni. Hogyan találnak ezek itt gazdára? Például a rúzsai vásárban mennyire van ezeknek a tárgyaknak keletje? Hát igazából egy kicsit később, amikor már az idő is egy kicsit jobbá válik, akkor többen megkeresnek, hiszen ilyen
ötletadóként, hagyomány, tehát ízlésformáló is vagyok kicsit a termékeimmel, és tulajdonképpen törzsvásárlókör is kialakult, tehát kialakulnak ilyen barátságok, ismerettségek, és megkeresnek kis beszélgetések, hisz a vásár erről is szólna egy kicsit, hogy találkozzunk, hogy ne rohanjunk, egy kicsit lassuljunk le, beszélgessünk, és hát ezért szeretek tulajdonképpen vásárba járni is. Morranet TV nézőinek nem ismeretlenek a tündérkecske teljes kézműves szappanok. Milyen újdonságokkal érkezett ma ide? Hát igazából mindig a szappanokkal próbálok egy kicsit újítani, de így télvíz idején egy kis ajakápoló, meg egy kis krém, ami kényezteti a bőrt, még így jól esik. Milyen adalékanyagok azok, amik most leginkább népszerűek? Változatlanul, ami táplál, a méviasz, a paradicsom, ami gyulladás csökkentő hatású, ami mondjuk így zákánycélki vonatkozású, a homoktövist nagyon szeretik, úgyhogy ami gyulladás csökkentő, és ami ápolja a bőrt. Rúzsán van faiskolánk, és kijöttem egy kicsit reklámozni, meg árulni a csemeténket. Olyan túl nagy forgalmunk nincs, de a reklámértéke megvan a dolognak, beszélgetünk. Ilyenkor jön az időszaka azért a faültetéseknek. Általában milyen fákat, gyümölcsfákat vagy dísznövényeket szoktak vinni? Mi gyümölcsfákat készítünk csak a saját dolgainkat áruljuk, nem vásárolunk. Keresik a díszfákat is, talán most már mindenki szeretne olyat ültetni, amiről potyog valami. Melyek azok a gyümölcsfák, amit ténylegesen keresnek? Amiből pálinkát lehet főzni, az minden kell. Most ez a sláger. Honnan érkeztek? Székely-Udvarhelyről. Nincs is annál jobb, mint ahogy itt helyben készül ez a kürtös kalács, mennyire népszerű. Igen, frissen, melegen készül, úgyhogy szeretik az emberek nagyon. Milyen ízesítésben van? Vanília, diófahé, kókusz. És melyek azok, amik leginkább népszerűek? Hát inkább a simma meg a diós, amit nagyon szeretnek az emberek. Mennyi idő, mire ez itt így megsül, ilyen parázson? 4-5 perc, hogy igazán jó legyen, kell annyi neki, hogy megsüljön jó.